akkor én be vagyok, ezt úgy szoktam mondani, hogy benne vagyok a csapatban, nagyon örülök neki, viszont azt én sem tudtam, hogy szerb származású vagy, és ez gyanús voltál nekem mindig, mióta ismerlek, bár nagyon-nagyon szeretlek, de mindig valami, honnan jöhetett ez a kis csávó, mert olyan, szóval sokfajta érdekesség van benned. Hát mondj erről valamit, légy szíves, otthon például szerbül beszéltek a mai napig a családban? Hát úgy kezdődik minden az én életemben, hogy engem szerbül tanítanak a szüleim. Aztán óvodában tanulok meg rendesen magyarul, és egyébként a hugomnál is pontos ugyanez volt a procedúra, hogy vele is csak szerbül beszéltünk, és aztán érdekes, hogy én is, és ő is mindent elfelejtettünk óvodában, a magyaroviban, aztán amikor a szerbiskolába beiratkoztunk, mert van egy magyarországi szerbiskola a Rózsák terén, hova oda járt anyukám, apukám, nagypapám, nagymamám, a hugom, 8. osztályig én is, ott van gimi is, ott pedig újra tanultuk ezt az egészet. Szóval én úgy születtem meg, hogy rögtön két kultúrát kaptam, két identitást, kétfajta létezést. Szerbül akkor hogy hívják? Hogy hívnak téged? Márko Ember. Márko Ember? Igen, és az Ember jelent ember... valamit szerbül? Nem. Az Ember az apám neve, aki magyar, ő véletlenül került abba az iskolába, de őt full magyar, viszont annyira beleszokott a közegbe, meg annyira megszerette az ottani létet, hogy később átvette ő is a vallást, ahogy a keresztfiam, ő is egyébként az egyik legjobb barátját kérte meg, hogy keresztelje meg. Igen. És akkor mi azt mondjuk, hogy amilyen nyelven imádkozol az Istenethez, ahhoz a nemzethez tartozol. És akkor milyen nyelven imádkozunk? Szerbül. Te szerbül. Igen. Húha, akkor most sokan fogják szóvá tenni, de ettől te még szerintem, tehát mondhatom azt, hogy full magyar vagy, nekem sose jut eszembe, hogy te én vagy. Magyarországi szerb vagyok. Értem. Ez minél szerb, annál jobb? Magyarok között. Szerbek között meg minél magyarabb, annál jobb. Ezt apám szoktam mondani. Tényleg? Igen, a magyarok között szerb vagyok, a szerbek között magyar. Viszont ez azzal is jár, hogy tartjátok a hagyományokat, mert mondtad például, hogy az édesapád is átkeresztelkedett? Mert igen, ő katolikus volt megkeresztelve és átkeresztelkedett. A keresztfiam nem volt megkeresztelve, őt én kereszteltem meg. A keresztfiadat, aki ez a nagy darab srác volt itt mellette. Igen, ő szakállal, igen. Az ember mindig úgy képzelje, hogy amikor elmegy keresztapának, akkor valami kis csávót, akit ott oda tartanak. És hogy gyorsan megnőtt. De ez hogy tényleg, hogy ő megkért téged a legjobb barát? Igen, azért, mert amikor ő is bekerült ebbe a szerb közegbe, ez nagyon be tudja szippantani az embert. Értem. Vagy nagyon ki tudja lökni és el tud ettől távolodni, vagy pedig az van, hogy annyira része akar lenni, hogy minden formában akarja ezt. De te része akartál lenni, és én része is akarsz lenni. Hát én 8. koromban, tehát amikor már tudtam, hogy én színész akarok lenni, én azért eltávolodni akartam leginkább. Én ebbe születtem bele, nekem ez volt a normális. Az én szüleim, ők ismert és elismert emberek ebben a közegben, és azért mindig volt egy ilyen, hogy na az ember gyerek. Tehát például én nagyon sokszor kellett, hogy megnézzem apám bizonyítványát az iskolában, hogy neki mindig 5-ese volt matekból, nekem meg csak 4-esem. És akkor én azt mondom, hogy köszönöm szépen, ezt nem kérem, és a szüleim ebben támogattak, szóval igen. Hát, hogy azt nem is gondoltam, hogy már keresztapa is vagy ilyen fiatalom. Hát tudnád még mi minden? Na, majd erről még szó fog esni majd.